látják, mellettem még itt van a karácsonyfa. Vízkereszt időszakát írjuk, és ebben az időszakban jött ez a úgymond nehéz konstelláció. Az a helyzet, hogy épp hogy a nap belép a vízöntőbe, Mális szemben áll a holddal, úgy, hogy a hold egy fogyatkozásban van, vagyis a Föld árnyékot vet a holdra. Az idei első kalendárium elkészítésénél nem akartam borzolni a kedélyeket, hogy még lesz egy teljes holdfogyatkozás, ugyanis ez a teljes holdfogyatkozás, ez most már 3 évig ehhez hasonló nem lesz. A hagyomány szerint a teljes holdfogyatkozás teljes sötétedésének, tehát annak az időszaknak, amikor belép a Föld árnyékába a hold, illetve kilép belőle, annak az óra száma, tehát hogy ahány óráig ezt teszi, annyi hónapig vonatkozik ez a horoszkóp az elkövetkezendő időszakra. A hold a 7. házban van, tehát ez kora, tehát hajnalodott, amikor ez a fogyatkozás bekövetkezett Magyarországon, és ez a fogyatkozás, ez, mivel a hold a 7. házban van, ez nem is tudott teljesen befejeződni abban az értelemben, hogy a látható tartományban volt a hold. Tehát magyarul a fogyatkozás időszaka alatt a hold az lement a horizont alá, és innentől kezdve a hagyományok szerint már minket nem érint. Tehát csak abban az időszakban lényeges a fogyatkozás, amikor a horizont fölött van, tehát a látható tartományban van. Ez azt jelenti, hogy kb. 4 óra, tehát kb. 4 hónap. Ugye, ha most január 21-ével indulunk, akkor az azt jelenti, hogy február 21, március, április, május 21. Tehát a 4 hónap az nagyjából kora nyárig vonatkozik. Tehát ebből az következik, hogy belekerül az európai parlamenti választás ebbe a történetbe. És hogy miért mentem most el úgynevezett mundán asztrológiai irányba? Hát egyrészt azért is, mert maga a holdfogyatkozás, vagy hogyha most a napfogyatkozásról is beszélnénk, akkor tehát mindkét fogyatkozás kifejezetten mundán asztrológiai jelentőségű, tehát ez azt jelenti, hogy az egész mindenségre vonatkozik, beleértve egy-egy országnak, azon belül egy-egy lakosságnak a történetét. Nagyon érdekes ez a horoszkóp. Első pillanatban, amikor megláttam, abban a pillanatban az emlékeim úgymond előjöttek, ugyanis az aszcendens, tehát a felkelő pont, az pontosan ugyanott van, ahol az 1989-es rendszerváltás, tehát a köztársaság kikiáltásának a horoszkópja megegyezik. Sőt, hogy még érdekesebb legyen a dolog, ott felkelő volt a Szaturnusz és a Neptun, amelyek együtt álltak. Itt most a Neptun nem áll, de a Szaturnusz felkelő bolygó. Vagyis a Szaturnusz megtett egy kört. 29 év, 30 év nagyjából a keringési ideje, tehát ez azt jelenti, hogy egy szakasz ezzel, hogy a Szaturnusz visszaért a rendszerváltási horoszkóp helyéhez, és már el is hagyta azt, és most még erre rájön ez a holdfogyatkozás, ezzel nyugodtan mondhatjuk, hogy Magyarország életében lezárult egy szakasz. Ez azért is nagyon izgalmas, mert hogyha egy emberi életre vetítjük rá ezeket a 30-asokat, tehát nagyjából 30 éves ciklusokat, akkor azt mondhatjuk, hogy az első 30 az a felnőtté válás időszaka. A második 30 az a felnőttség időszaka. És a következő 30 az öregedés időszaka. Tehát valójában Magyarország az érettség időszakába lépett, a felnőttség időszakába lépett, a következő 30 év
az egy nagyon jó lehetőség számunkra, de most itt nagyon lényeges, hogy még nem tartunk ott. Ez a végjáték. Ez a holdfogyatkozás a végjáték. Sőt, tovább megyek. A hold annak idején az oroszlánban volt, amikor a köztársaság horoszkópját kikiáltották. Viszont most szintén az oroszlánban van. És szembe áll a nappal. És hogy minden szép és jó legyen, az uránusszal egy derékszöget zár be, tehát ezt úgy hívják, hogy T-kvadrát van az égen, a nap, az uránusz és a hold között. Ami egy rendkívül nehéz 4 hónapos szakaszt eredményez, és hogy még szebb legyen a dolog, ennek a képletnek az ura a Szaturnusz, mint látható a bakban van az aszcendens, ez a Szaturnusz a Mars bolygóval, amely a kosjelben mozog, pontos derékszöget zár be. És hogy még szebb legyen a helyzet, a Vénusz és a Jupiter, melyek a nyilasban együtt állnak, azok viszont derékszögben vannak a Neptunusszal. Hát ez óriási. Ha belegondolunk, 8 égitest jelenleg ebben a horoszkópban az asztrológiai szakkifejezéssel élve támadja egymást. Ez a támadás, ez azt jelenti, hogy jelen pillanatban, ha most kifejezetten Magyarországra vetítjük ezt a helyzetet, akkor nagyon-nagyon oda kell figyelni, hogy milyen dolgokat csinálunk, milyen dolgokat teszünk az elkövetkezendő durván 4 hónapban, mert itt óriási jelentősége van a bak aszcendensnek, és annak, hogy a bakban a Szaturnusz ott van az aszcendensnél. Mit üzen ez nekünk magyaroknak? Azt üzeni, hogy nagyon-nagyon józannak kell maradni. Nagyon-nagyon óvatosnak, körültekintőnek, és nagyon-nagyon alázatosnak kell maradni. Bocsánat, nem abban az értelemben, hogy nyaljuk ki másnak a fenekét, ahogy ezt szokták mondani köznapi értelemben, hanem abban az értelemben, hogy látjuk azt, ami zajlik, és mégis figyelembe vesszük azt, hogy nekünk milyen értékek jelentik a mindennapi életben a sorvezetőt. És hogyha ezeket az értékeket figyelembe vesszük, akkor óriási lehetőségeink vannak. Miután a nap és a hold az a vezetőt és a népet is szimbolizálja, tehát itt most nagyon oda kell arra is figyelni, hogy a vezető az megtartsa a helyét, amennyire lehetséges, de ugyanakkor az is nagyon fontos, hogy a nép és a vezető között megfelelő kommunikáció jön létre. Miért mondom ezt? Azért mondom ezt, mert ha megnézzük, a nap éppen átlépett a vízöntő jelébe. A vízöntő jele az kapcsolati jel. A vízöntő jel az azt jelenti, hogy a barátságot helyezzük előtérbe, vagy pedig a különböző, hát hogy is mondjam, csak szabadságfokokat, vagy szabadosságfokokat. Tehát itt nagyon oda kell figyelni arra is, hogy a szabadság az ne változzon át szabadossággá. Ennek a horoszkópnak annyi pozitívuma van számunkra nézve, hogy nem az aszcendensen van pontosan a Szaturnusz Mars kvadrátban, hanem 5 fokkal úgymond keletebbre. Tehát, hogyha tovább megyünk a hosszúsági fokokat illetően, akkor valójában Ukrajnát, Romániát érintik ezek az állások sokkal jobban, és hát ott még nehezebb lesz a helyzet az elkövetkezendő időszakban. Még egyszer visszatérve, ami nekünk sorvezető kell, hogy legyen, az az, hogy nem tévedhetünk most,
nagyon fontos józanul, átgondoltan, körültekintően, megfontoltan viselkedni. Egyetlen egy dologra támaszkodhatunk, a saját belső értékeink lehetnek a sorvezetők. Hogyha erre helyezzük a hangsúlyt, akkor ez a 4 hónap nem fog minket annyira megérinteni. Ellenkező esetben viszont gondoljunk bele, a kosmas támadja a Szaturnuszt, tehát itt nagyon oda kell figyelni, hogy nehogy valaki fejjel menjen a falnak. Mert hogy pont ezt jelenti az a kosmas, hogy fejjel mehet a falnak. Tehát itt lesznek nagyon komoly hangulati elemek, a hold az többek között a hangulatot is jelöli, nagyon oda kell figyelni, hogy az érték legyen a mérték. Nem feltétlenül kell ijedezni ettől a horoszkóptól, hanem inkább nagyon oda kell figyelni, nagyon tudatossá kell tenni magunkat, hogy a mérték és az érték helyezzen minket a lehető legbiztosabb helyzetbe. És ha ez megtörténik, akkor nyugodtan és derűvel fordulhatunk a jövő felé. Köszönöm szépen!